tábla hirdette már nyár végén, hogy hamarosan a katasztrófavédelem munkatársai költöznek be az évtizedek óta üresen álló egykori szűvépületébe Szekszárdon. A felújítási munkák akkor már hetek óta folytak az épület egy részén, a falakon kívül és belül is dolgoztak a szakemberek, de a katasztrófavédelemnek nincs szüksége a teljes ingatlanra, ezért a város önkormányzata tervezi az épület most még felújításra szoruló részét hasznosítani. A szakképzésről szóló fejezetben, a Modern Városi Program ezen fejezetében mi kihangsúlyoztuk és kértük is, és a tanulmány tartalmazza is azt, hogy szeretnénk a szűben egy bentlakásos, felnőttkező központot kialakítani. Ez az infrastruktúrális fejlesztés egyébként érinti a gyermekek házát is, ott pedig egy orientációs pontot szeretnénk kialakítani. Az ehhez szükséges tervek már el is készültek, a város önkormányzatánál most a beruházásokat jóváhagyó kormányhatározatra várnak. Tanulmány kész van, ha a kormányzat forrásokat biztosítja, akkor meg fog valósulni ez a beruházás is, és akkor sokkal szebb körülmények várják majd az óvodával látogatókat, meg a környéken lakókat is. A szűv épületének teljes felújítása tehát a Modern Városok program részeként valósulhat meg. Ebben a programban a Tolnai megyeszékhely 2022-ig nagyjából 33 milliárd forintot költhet el fejlesztésekre.